Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat! A 67. előadáshoz érkeztünk, vagy közös gondolkozáshoz. Ismét a Tíz Parancsolatot folytatnánk, ott megállunk parancsolatoknál, kicsit más történeteket is hozzárendelünk, így most a Neői Parancsolatnál időztünk egy ideig. De most már át kell, hogy térjünk a hetedik parancsolatra, a bibliai számozás szerinti hetedik parancsolat így hangzik, hogy ne paráználkodjál, vagyis helyes fordításban, helyes fordításban ne törj házasságot. Sokaktól hallottam az elmúlt években, évtizedekben, hogy miért kell pontosítani ezt a fordítást, hiszen ez leszűkíti a parancsolat értelmét. Ez nem így van. A netöri házasságot az nem csak arra vonatkozik, hogy akik házasságban élnek, azok jól éljenek, szeretetben éljenek, hanem ez vonatkozik arra is, hogy hogy készül valaki a házasságra. Hogy testi és lelki erőit ne játsza el már a házasság előtt. Emlékszem, Egyetemista koromban már olvashattunk ilyen statisztikákat, hogy az amerikai és európai nők miért nem tudnak gyermekeket szülni. Hát azért, mert már annyi úgynevezett partneri kapcsolatuk volt, hogy miután megházasodtak, nagyon sokaknál meddőség lépett fel. Tehát az, hogy ne törj házasságot, az vonatkozik arra is, hogy hogy készül valaki az életében a házasságra, vagy ha mondjuk megözvegyül, vagy elválik, továbbra is érvényes rá a parancsolat, hogy hogy tekint a jövendő sorsára, és hogy tisztelje mások házasságát. Tehát maradjunk ennél, hogy a Biblia szerint ez a helyes fordítás, hogy ne töri házasságot. De mi mindent foglal magába ez a parancsolat, és egyáltalán miért itt áll ez a parancsolat ezen a helyén, a hetedik helyén a tíz parancsolatban? Az első négy parancsolat az Isten iránti szeretett kötelezettségeket szabályozza. Az ötödik parancsolat arról szól, hogy akik bennünket a világra hoztak, a felneveltek, a szülők, az idősebb emberek és egyáltalán az emberi társadalomért, embertömegekért, küzdelmet folytató, munkát vállaló emberek, tehát tisztségben levő emberek méltók arra, hogy, hogy hogy tiszteljük őket, hogy fokozottabb odafigyeléssel adózzunk nekik. Ezért van az élen a Tisztelt Atyádat és Anyádat parancsolat. Utána a hatodik parancsolat védi minden egyes ember életét, nem csak az idősekét, nem csak a tisztségben levőkét, hanem hanem minden egyes ember életét, hogy adjunk az embereknek, és ne megrövidítsük az embereket, segítsük az embereket, és ne kihasználjuk az embereket. És ezután jön a hetedik parancsolat, amely azt a valakit is védi, akit mi választottunk az életben. Mert őt is védeni kell velünk szemben, mert az ember önző lény, az emberi természet önző. És hogyha Isten nem szabályozta volna a házasságot ezzel a törvényel, hát így is mi mindent csinálnak az emberek a házas felükkel, hát akkor mi lenne, hogyha nem lenne ilyen törvény, ilyen parancsolat. Tehát itt van a helye is, ezután védi persze a másik embernek a tulajdonát, ezért jön ezután a ne lopj. Védi a másik ember jó hírét, ezért jön azután a kilencedik parancsolat, hogy hogy hamis tanúbizonságot ne szólja te fele barátod ellen, és a végén a tizedik parancsolat még a kívánságainkkal, tehát a bennünk levő, a lelkünk legmélyén levő kívánságokkal szemben is védi a másik ember életét. Ennyire tökéletes a tíz parancsolat, ennyire ö, fölül áll minden emberi rendelkezés és törvénykezés fölött, mert egészen az emberi lélek legmélyéig hatol, és még a mások előtt láthatatlan belső tartományunkra is világosságot bocsát, hogy ember ne irigykedjél, ne betekedjél, és ne, törj, ne törekedj a másik ember fölé. Maradjunk azonban a hetedik parancsolatnál. Ez a parancsolat nyilván, hogy magába foglalja azt, hogy, hogy a házasság egy csodálatos Istentől adott intézmény, nem ember találta ki a Biblia szerint, ez Isten ajándéka, három ajándéka volt Istennek az emberiség számára. Ez Mózes első könyve első két fejezetéből kiderül. Egyrészt a fogalomalkotás, a gondolkodás és a beszéd, hogy Ádám előtt elvonultatta az úr az állatokat, hogy adjon nevet nekik. Másodszorban a társas kapcsolatoknak a rendszabályozása, tehát barátság, szerelem sorban pedig a munka és a megpihenés szabályos váltakozás, hogy hat napon át munkálkodjál, végez minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak a Te Istenednek szombatja, azon a napon kenyérkereső munkával ne foglalkozz. Ez a három nagy ajándék, és most mi a három alapillér között itt a hetedik parancsolatnál, a házasságnál járunk. De nyilván nem csak a tiltás fejezi ki a házasság lényegét, sőt, sorban a tiltás. Mi ennek a, tiltásnak a másik oldala, mi ebben a felszólítás. A házasságnak van egy alapigéje, egy alapító igéje. Mózes első könyve, második fejezetében, ennek a preambuluma, hogy úgy mondjam, a 18. vers, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, mondja az Isten, hozzáillőd. És ezután jön az a hármas megfogalmazás, amely így hangzik, hogy akkor lesz jó a házasság, amikor az ember el tudja hagyni apját és anyját, ez az első dolog, amiután ragaszkodik majd a feleségéhez, vagy a férjéhez, az a második dolog, és lesznek ketten egyé, egy testé, ez a harmadik dolog. Ilyen sorrendben és ilyen tartalommal lesz boldog egy házasság, vagyis. Mi kell egy igazi házassághoz? Hogyan lehet felkészülni egy igazi házasságra? Az első, hogy el kell tudni hagyni apánkat és anyánkat. Nem csak térben és nem lelkileg nyilván nem arról van szó, hogy fordítsunk hátat a szülőknek, hanem arról van szó, hogy meg kell tanulni önállóan gondolkozni, önálló döntéseket hozni önállóan fenntartani magunkat, hiszen ha megházasodunk, akkor már nem egy, hanem két, aztán a gyermekek születnek, több emberről kell gondoskodnunk. Tehát először is az embernek a biológiai érettségén túl egy bizonyos fajta lelki, szociális társadalmi érettségre is szert kell tennie. Tehát kevés ahhoz a biológiai érettség, hiszen az eljön már 12-13 éves korban, vagy más égöveknél még talán korábban is, de ez nem elég a házassághoz. A házassághoz az önálló gondolkozásnak és az önmagunk és szereteink fenntartásának, az anyagi léte biztosításának a készsége szükséges. A második dolog, hogy ragaszkodik feleségéhez, illetve férjéhez, mondja a Mózes első könyve, második fejezet, 24. verse. Nem azt mondja, hogy őrülten szerelmes. Sokan ma lenézik a szerelmet, azt mondják, hogy ez csak egy kémia, az egy biológia, csak két-három évig tart, vagy tíz-tizenkét évig tart. Még az én időmben, amikor fiatal voltam, Fritz Kahn német orvos könyvét olvastuk, amelyben leírja a szerző, hogy a házasság az kb. 20-25 év után lesz szép testileg is, mert akkor a lelki odatartozás meghozza a maga gyümölcsét, amikor éltünk egymásért, neveljük a gyermekeinket, látjuk, hogy mennyi sok kötelék fűz bennünket össze, akkor lesz fölemelő, igazán csodálatos a testi együttét is, én egyébként nem szeretem a szexualitás szót, egyrészt azért, mert az idegen szavakat általában nem szeretem, főleg akkor, hogyha van megfelelő magyar kifejezés, másrészt pedig azért, mert nagyon sekélyes tartalmak fűződnek hozzá. Én azt mondom, hogy az ember testi és lelki lény, és a lelki életségnek kell először bekövetkeznie, és a testi együttét csak akkor lesz igazán szép, hogyha a lelki ragaszkodás, ha lélekben egymáshoz élők és ragaszkodnak, ugye a Biblia azt mondja, ne legyetek hitetlenekkel fele más igában, tehát ahol a gondolkodás más, az egyik erre húzná az igát, a másik amara húzná az igát, abból nem lesz jó házasság, ahol viszont egymáshoz ragaszkodnak, ott kell a közös gondolkozás, a közös tervezést, ti férfiak értelmes módon éljetek együtt a feleségetekkel, az asszonyi nemnek, mint gyengébb edénynek tisztességet tegyetek, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak, mert ti örökös társak vagytok az élet kegyelmében, mondja Péter Apostol, aki maga is házasságban élt. De persze Pálapostól is nagyon sokat beszél a házasságról, aki nem ért házasságban, de Isten szentelke kinyilatkoztatott neki dolgokat, hiszen a házasság isteni adomány. Isten tud erről jól beszélni, a Szent Élek világosít meg erről a kérdésről. Nem emberek találtuk ki a házasságot, mi emberek csak elrontani tudjuk a házasságot. Isten az, aki a teremtés hajnalán, gondoskodott arról, hogy ne legyünk egyedül, legyen segítőtárs, legyen hozzánk élő, akihez tudunk ragaszkodni a gondolkodásban, az érzületben, hogy meg tudunk mindent beszélni. Ugye Nyugat-Európában, amikor elkezdődtek a vállások ugye az 50-es, 60-as években, utána a 80-as években már egyre több lett a házasságon kívüli kapcsolat, ugye 70 százalék az embereknek már nem házasodott meg, csak 30 százalék, Többen vállalták az együttélést, vagy a, a partneri kapcsolatokat, vagy bárminek is nevezük, de nem erősítették meg a meggyőződésüket és a hűségüket, nem biztosították be a másik embert. Ez borzalmas jégzajlást hozott létre, és ez mind a mai napig tart. Ma a házasságok olyan támadásoknak vannak kitéve, mint szinte semmi más az emberi kultúra alapértékei közül. És Ebben az időben sok felmérést végeztek, például Svédországban is adtak egy tízes listát, hogy miért hidegülnek el emberek, hát első helyen nem a nemiség állt. És nem is az anyagi dolgok álltak, hanem első, második, harmadik helyen az állt, hogy nem beszélték meg egymással a dolgokat, nem tudták elfogadni a másik másságát, nem tudták kezelni, szabadon hagyni a másik embert egy ilyen kötött, zárt kapcsolatban is, mert a házasság egyszer egy kötött, zárt kapcsolat, és egyszer egy nyitott kapcsolat, vagy hogy egy magyar költő. Szokta megfogalmazni a családom széttartó egység. Vasadi Péternek ez a szép meghatározása megjegyzésre érdemes, hogy széttartó egység ezzel a paradoxonnal lehet leírni a házasságot és a családot is, hogy kell, hogy legyen egy belső kohéziós ereje, és kell, hogy legyen egy széttartó ereje, tehát nem magunknak éljünk, hanem ebből a meleg családi fészkekből más égtájak felé is repüljünk ki. Tehát nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek ki segítőtársat, hozzá illőt, annak okáért elhagyja a férfi apját és anyát, ragaszkodik feleségéhez és a harmadik, és lesznek ketten egyé, lesznek ketten egy testé. Tudom, hogy a nevetségesség látszatába kerülök most főleg fiatalok előtt, akik előtt nyíltan el kell mondanom, mert ez a Bibliának a tanítása, hogy Isten az ilyen szoros egy egységet, tehát hogy két ember egyé olvad, két ember átél valamit, amit semmi más módon nem lehet átélni. Se férfi férfivel, se nő nővel, csak nő a férfivel, a férfi a nővel, a házastársi együttlét, ami a, a gyönyörök közül az egyik legnagyobb gyönyörűség, hogy mondja az énekek éneke amely erősebb, mint a halál, mondja ugyancsak az énekek ének, ez a csodálatos szerelmi költemény. Ezt Isten csak a házasságon belül képzeli el, és Isten óvaint attól, hogy a házasság előtt, a házasság közben, a házasság után játszadozzunk ezzel a dologgal. Tehát ezért fogalmaz így a Biblia, hogy először legyél önálló gondolkodású és önmagadat, és egy másik valakit fenntartani képes ember, utána alakuljon ki az a mély ragaszkodás, nem egy őrült szerelem, hanem a szerelemnek az a telt, az a, az, az igazán értékes foka, nem egy fellobbanó, nyers érzékiség, hanem egy, egy odhadó melegség. Ugye a magára a szerelemre is ezt mondja az énekek éneke nyolcadik fejezete, hogy lángjai tűznek lángjai, az úrnak lángjai, hát a tűz, melegít és világosságot ad, de ugyanakkor tud perzselni és vakítani is. Nos hát a ragaszkodás kizárja a perzselést és a vakítást, a ragaszkodás az egy csöndes, nyugodt, álhatatos a másik mellett ott álló, a másiknak mindig rendelkezésére álló, a másikat mindig megsegíteni tudó és akaró magatartás, és ezután felemelő az, hogy legyenek ketten egy testé. Ezért hagyja a harmadiknak ezt a Biblia, Soha nem felejtem el, a 80-as években szolnokon tartottam egy szakközépiskolában előadást a házasságról, felrajzoltam egy vonalat a táblára, és berajzoltam első szakasz, el kell tudni hagyni apánkat, én második szakasz, ragaszkodni harmadik, majd akkor lesznek ketten egy test, és gyerekek ilyen sorrendben, tehát nem lehet a harmadikat előre elsőnek tenni, nem lehet a másodikat elsőnek, vagy, a, vagy az elsőt a harmadiknak, mert sokan úgy élnek, hogy megházasodnak, és utána, ahogy ma is mondják, ugye a, Papa Bank és Mama Hotel. Először nem is tudtam, hogy mire kell gondolni, amikor hallottam egy jó tíz évvel ezelőtt ezt a meghatározást, hogy újabban ugye a fiatalokat az idősebbeknek kell eltartani, ezért beszélnek ma Papa Bankról és Mama Hotelről. Hát hirtelen mondom, nem, nem tudtam, hogy miről van szó, aztán később felvilágosítottak, hogy most ez a módi, de nem lehet megváltoztatni a sorrendet. Már akkor a 80-as években ott szólnokon föláll egy fiatal fiú, azt mondja, a tanár úr, hát ez komolyan gondolja, hát én már két éve együtt élek egy lányjal. Hát épp a két, amíg a kezembe volt, és hát ilyenkor egy tanár más nem tudván tenni, visszakérdez, mondom, hogy a krétát elejtem, az merre fog esni, fölfelé fog esni, vagy balra, vagy jobbra, vagy lefelé. A hát persze, hogy lefelé. Hát mondom, hogy ha, ha a kréta lefelé esik, mert ez egy törvényszerűség a nehézkedési erő, legalábbis itt nem az űrhajóban, de itt a Földünkön ez egy törvényszerűség, hát akkor te hogy gondolod azt, hogy te a harmadikat előrehozod az elsőre, és majd. Majd lesz, lesz valóban ragaszkodás, és majd fent tudjátok tartani. Hát én azzal nem törődöm, hát most nekem ez így jó, majd ha nem jó, akkor majd választok egy más valakit. És mondom, hogy ez gondolod, hogy ez a boldogságnak az útja, hogy embereket csak így, vagy lányokat csak így leakasztani a szögről. De hát ez már közel 40 éves történet, és azóta a világ előre haladt már, mint hogy nem fölfelé, hanem inkább lefelé. És ahogy említettem önöknek, az egyik legnagyobb támadásnak a házasság van kitéve, és szinte minden szinten. Már Jézus korában is persze mutatkoztak ennek előjelei, ezért Jézus a hegyi beszédbe is belefoglalt ennek a parancsatnak a részletezését. Máté Evangélium a 5. fejezetében olvassuk el, és kérem, hogy olvassák el. Máté Evangélium a 19. fejezetében egy külön nagy tanítást is mellékelt még ehhez, hiszen a farizeusok azt tanították, hogy ha valaki esetleg nem elégedett a feleségével, hát könnyen adhat neki válólevelet, Mózesnek Isten megengedte, hogy hogy ne ellehetetlenül helyzetbe kerüljenek az asszonyok, hogy el lehet válni. De azért nem olyan könnyedén Jézus hozzáteszi, hogy elválni csak a, akkor lehet, ha valakit becsapnak, tehát ha valaki ez hűtlen a házastárs, akkor elválhat akkor jogosan elválhat, ha megsértette a házas ágyat, bár hósás próféta akkor se akart elválni a feleségétől, amikor ő már szinte másoktól szült gyermeket, és szinte a prostitúció felé ment el Gómer, a próféta akkor is ragaszkodott hozzá, kifejezve Istennek is a szeretetét, ahogy a hitehagyó Izraelhez ragaszkodott Isten, vagy a hitehagyó emberiséghez mennyire ragaszkodik Isten, és nem veti el egyiket sem, hanem mindegyik után, ott utána megy, és kérleli, és a szívére akar beszélni de Jézusnak aztán a tanítása tovább részleteződik, elmondja Jézus, hogy miért is maradnak egyedül emberek, hogy vannak akik anyuk méhétől nem képesek a házasságra, vannak akiket az emberek rossz példája tart távol a házasságtól, és vannak akik a mennyek országáért, tehát önként lemondanak a házasságról, tehát nem kötelező a házasság, de azért az Isten azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, én az Isten szerzeknék ki segítőtársat, vegyétek igénybe az én szolgálatomat, és tudom, hogy milyen nehéz több millió vagy százezer vagy tízezer ember közül megtalálni az igazit, de hát ez valóban az élet nagy rejtélye, titka és csodája és hajándék, hogy azért hány és hány ember megtalálja az igazi társat. És amit Jézus nem részletez már a Máté Evangélium a 19. vagy Lukács Evangélium a 16. fejezetében, az később Pálapostól egybefogva az első Korintus levél 7. fejezetében tovább taglalja, és mi is kitérünk még ezekre a részekre, és egy külön történetre is szeretnék ezek után kitérni a házasságtörő asszony esetére. Itt azt szeretném csak jelezni, hogy ennek a parancsolatnak, mint minden parancsolatnak, annak is, aminek csak negatív megfogalmazás, hogy ne, ne lopj, ne ő, stb., hogy ne törj házasságot, van egy pozitív oldala, van a házasságnak egy alapító okirata, és ezt jó, hogyha mindenki megjegyzi, vagyis hogy el kell tudni hagyni a apánkat és anyánkat, előző családunkat, gondolkodásban, fenntartásban annyira kell megismerni a másikat, hogy ez, ez összeragasztás legyen, ugye az eredeti Héber ige is, amit összeragasztunk, az csak széttépni lehet, azt különválasztani nem lehet, és az egy dráma, valóban egy, egy házasságtörés, vagy a házasság szétbomlása, ez egy dráma, ez egy, ez egy kis halállal felérő dolog, de a ragaszkodás után a Biblia azért sújtad annak is, hogy a házasságnak, egy csodálatos, fölemelő, Istentől következő ajándéka a testi együttlét, és ezért mondja harmadikként ezt, hogy lesznek ketten egyé, lesznek ketten egy testé. Ú, így gondolta el Isten a házasságot. Ezért fölemelő a házasság, és tiszta és szeplőtelen a házasság, ahogy mondja Pál, aki mondom nem élt házasságban, de a Szentlélek rá tudta vezetni, hogy illő és pontos kifejezéseket használjon, és jobb házasságban élni, mint égni, ezt is Pál mondja az első Korintus levél 7. fejezetében, és azért a Biblia is megőrzött számunkra jó néhány szép házasságot, nyilván küzdelmekkel teli házasságot, hiszen két ember, ahogy összecsiszolódik, ahogy, ahogy tényleg ez a ragoszkodás egyre inkább mélyül, és ezért is ajánlja a Szentírás, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele másigában, mert a, mint minden dolog az életben, a házasságok is a fejben kell, hogy eldőljenek, az ember meg kell, hogy fontolja, meg kell, hogy gondolja az életének ezt a döntő lépését, szövetségről is csak háromról beszél a Biblia, az Isten és ember közötti szövetségről, ami a, a kerességgel válik nyilvánvalóvá az új szövetség időszakban a Lévivel kötött szövetségről, tehát az Isten és a szolgálói közötti szövetségkötésről, és a férfi és nő szövetségkötéséről, tehát a házasságról, ami szövetség, tehát amelyben be kell biztosítani a másikat, hogy én valóban hozzátartozom, én jóban, rosszban kitartok melletted, és ezért is az apostolok a férfiakra nézve is külön, a nőkre, az asszonyokra nézve is külön tanácsokat adnak általában az apostoli levelek befejező részeiben. Ugyanakkor a házassága a modern korban soha nem látott támadásoknak van kitéve, felborult a női és férfi szerepvállalás, felborultak a munkaviszonyok, az emberek már ne, nagy része nem mezőgazdaságban, iparban, szolgáltatóiparban dolgozik, felborult a térés idő, a mennyiség, minőség, hogy úgy mondjam, az arisztotelészi tíz kategória közül melyiket nem bontotta fel a modern világ. Minden felborult, úgyhogy a jó házasság olyan, mint amit tényleg nagyítóval kell keresni, mert, mert általában az emberi kapcsolatok megromlottak, és a legfájóbb a megromlás az olyan kapcsolatnál, ahol egykor azonban szeretet volt, személyes döntés, választás volt, személyes odaadás volt, gyermekek is születtek ebből a kapcsolatból. Úgyhogy, mivel én sokat tartok előadásokat a határokon kívül is, és nagyon szeretem más népek költészetét is, engedjék meg, hogy ezt a megrendültségemet a mai házasságoknak a, a felbomlásánál, és egyáltalán a házasulási kedvnek az alábbhagyásánál egy román költő versével illusztráljam, aki ö, Eminescu ö, után és ö, talán Tudor Árgézi után a harmadik legnagyobb román költő, ha szabad így belekotyognom, külföldi lévén, és Locsán Blágának a rövid versét ajánlom figyelmükbe, április Lajosnak csodálatos fordításában. És ez a vers olyan nagyon megrendítően szól a házasságoknak a. a a, 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 a valóban a megrendüléséről, hogy ismételjem ezt a szót, a versnek a címe, mely talán a 60-as, 70-es években íródott, a szél muzsikája. Lucián Blága, a szél muzsikája. Áprilajos fordítása. Szerelemben az adott szót nincsen, aki állja. Örök öreléssel tested, csak a föld hűsége várja. Így szól hasogató hangon a szél muzsikája, jobb felől is, bal felől is a szél muzsikája.